Szombathely 2030 együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat az egészségipari fejlesztés érdekében. Biztonságban 3,5 milliárdos árvízvédelmi beruházás valósult meg a Rába völgy 9 településén. Közönség előtt pénteken koncerttel nyitják az évadot a szimfonikusok, megújul a bérletrendszer. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. 9 milliárd forintból épülhet meg az északi iparterületen az a kutatásfejlesztési és oktatási központ, amelyhez nemzetközi szinten is egyedülálló egészségipari tesztkörnyezet is kapcsolódik. A Szombathely 2030 program keretében a jövőbe fektet Szombathely ennek érdekében 3 egyetemmel, a kamarával és a többi között a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesülettel együttműködési szerződést írt alá a város. Az egykori Évamalomban tették le a jövő befektetésének alapkövét jelképesen. A jövőt, a valódi értéket képviselő tudás jelenti, ami pedig az egyetemekről jön. A hosszú távú biztos munkahelyek támogató önkormányzati közegben telepedhetnek meg a városban, ezért kezdeményezte Szombathely egy példanélküli együttműködés létrejöttét. Azt látjuk, hogy be kell fektetnünk a jövőbe, és a jövő az a tudás, és a tudás az pedig az egyetemekhez kötődik, meg olyan cégekhez, akik azt gondolják, hogy valamit adni akarnak Szombathelynek, azért, hogy minél több cég telepedjen le ide, amely tartós munkahelyet tud biztosítani, akár új iparágot is tud hozni, és amely majd a Szombathelyeknek az egészsége szempontjából is fontos lehet, erről szól a Szombathely 2030 program. Az önkormányzat és a technológiai ismeretek hasznosításában, az innovációban élen járó szervezetek, valamint három egyetem együttműködésében az északi iparterületen 9 milliárd forintból tudásközpont épül, laborokkal, kutatóállomásokkal, konferenciaközponttal. A Pécsi Tudományegyetem regionális rehabilitációs központot tervez megvalósítani, és az egészségtudományi kar frissen akkreditált képzést indít Szombathelyen. Az ELTE digitális módszertani központot hoz létre. Itt ugye az egyetemi központban többféle tudományterület képviselteti magát, pedagógus képzés, pszichológia, gazdaságtudományi, gépészmérnök képzés, programtervező, informatikus, sport és egészségfejlesztés, és ezek a tudományterületek települnének be a digitális módszertani központba, és össze szeretnénk kapcsolni a vállalati igényeket, a lakosságot és az egyetemet. A műszaki képzéssel foglalkozó Óbudai Egyetem két intézettel készül Szombathelyre. Itt Szombathely 2030-as programban mi elsősorban a mesterséges intelligencia, robotika és az egészségiparral kapcsolatos kutatásokat, illetve oktatási lehetőségeket hoznánk a város számára, és ennek megfelelőképpen próbálnánk a magunk oldalát a tudáscentrum kiépítésében beletenni. A 15 éve oktatás és kutatásfejlesztéssel foglalkozó Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület két programmal is kapcsolódik az együttműködéshez. Az egyik ezek közül az, hogy hogyan megy egy egyedi tömegtermelő gyártósor, és egy ilyen automata 7 méter hosszú gyártósorunk lesz, ahol bárki összeállítja a számára szükséges termékösszetételt, és ez magától legyártja a gépsor. A másik, az pedig az intelligens idős otthon, ami arról szól, hogy hogyan tudok én biztonságosan a szociális igényeimnek megfelelően, kommunikációs igényeimnek megfelelően méltó módon élni az otthonomba. Ennek érdekében több mint 50 féle digitalizációs eszközt kapcsolnak egybe. A partnerek aláírták a Szombathely 2030 együttműködési megállapodást és a Kutatási és Innovációs Központok Európai Hálózatához való csatlakozásról szóló nyilatkozatot is. Másodrendű védvonalak, magas partok, támfalak, zsilip és szivattyú állás épült 9 helyszínen a Rába völgy projekt keretében. A hamarosan záruló 3 milliárd 590 millió forint értékű árvízvédelmi beruházást a szombathelyi székhelyű Nyugat-Dunántúli és a Győri Központú Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság az Országos Vízügyi Főigazgatósággal partnerségben bonyolította le. A 65-ös nagy rábai árvíz tapasztalatai nyomán a 80-as években szükségtározót jelöltek ki a Sárvár és Várkesző közötti 55 négyzetkilométeres területen, hogy egy nagyobb árvíz esetén a főmederben csökkentsék a vízszintet, megakadályozva ezzel a töltés szakadást. A szükségtározó megnyitásakor ezek a területek víz alá kerülnek, szélsőséges esetben víz idáig elérhet.
A tározó megnyitásáról rendkívüli árhullám esetén a kormány dönthet, de ennek az esélye alapvetően csekély. A mostani árvízvédelmi programnak az volt a fő célja, hogy az érintett területen fekvő 5 település védelméről gondoskodjanak. A tervek 2018-19-ben készültek el, a kivitelezési munka tavaly tavasszal kezdődött. Itt Pápócon a védvonal keresztezte a Lánkapatakot, ezért azt csináltuk, hogy a védvonal nyomvonalában a patakot elzártuk, és egy új medret építettünk párhuzamosan az új másodrendű védművel, hogy a patak folytonossága megmaradjon, illetve plusz műtárgyat ne kelljen építeni. Pápócon árvízi levezető vápát és 3 méter széles másodrendű védvonalat építettek ki több kilométer hosszan. Ugyanilyen töltés létesült Kenyeriben és Ostfiasszonyfán. A másodrendű védvonalak nyomvonala keresztez közutakat is. Ezeken a helyeken ezért úgynevezett kulisszanyílásokat hoztunk létre, melyek szerepe, hogy békeidőben közlekedés zavartalanul folyhasson. Viszont a rendkívüli helyzetben a tározó megnyitás előtt első feladataink között az szerepel, hogy ezeket a nyílásokat elzárjuk, a töltések mellett kialakított tartalékdepóniák földanyagából. Csöngén és Kemenes-Szentpéteren olyan magas partot hoztak létre, ahol ideiglenes védvonalat lehet kiépíteni, ha jön az ár. Győrben elkészült egy szivárgó kútsor, amely árvízi helyzetben a Rábába szivattyúzva a vizet csökkenti a mögöttes területek terhelését. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén további 3 helyszínen folyt a munka. Körmenden megerősítették a töltést, és épült egy 382 méter hosszú vasbeton támfal a város védelmében. Átépítették a büdösárki zsilipet és egy nagyobb kapacitású szivattyút helyeztek üzembe. Szent Gotthárdon a volt kaszagyár mellett új támfal épült, Sárváron pedig az Aranyosi Éri zsilipnél mobil szivattyúk elhelyezésére alkalmas szivattyúállást alakítottak ki. Megújult több védelmi központ és gátőrház. Jelenleg az átadás előtti utolsó simítások zajlanak. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen nő a Rábavölgyi települések árvízi biztonsága. Új bérletekről és a szeptember 10-i nyitókoncertről is beszámoltak a Szavária Szimfonikus Zenekar évadkezdő sajtótájékoztatóján. Átadták az év zenekari művészedíjat, ezúttal Kerti Áron klarinétművész kapta az elismerést. Közönség előtt. Ez a Szavária Szimfonikus Zenekar mottója ebben az évadban, amely arra utal, hogy a járványhelyzet után ismét publikum előtt játszhatnak a zenészek. Már javában zajlanak a szeptember 10-i nyitókoncert próbái. Vajda Gergely vezényletével felcsendül Elgar Cselló versenye és Strauss Aus Italien című szimfonikus költeménye. Változik a bérletrendszer. Ugyanúgy nagyon szép, válogatott programból összeállított magas minőségű szimfonikus koncerteket kínálunk a bérlet sorozatainkban, amiből 3 lesz idén, a korábbi 2-vel ellentétben, de ez a 3 ez kissé rövidebb lesz, mint a korábbiak. 3x5 koncertet kínálunk, és egy ráadást a szezon végén. A népszerű Hollywood filmzenei est januárban lesz, és a szimfonikusok idén is kínálnak programot a gyerekeknek. Az őszi és tavaszi bérletek koncepciója igazodik a járványhelyzethez. A szimfonikus koncertekre jelenleg nem vonatkozik korlátozás. Érthető azt gondolom a jelenlegi helyzetben, hogy az emberek kevésbé vesznek bérletet, ez is bátorítunk arra mindenkit, hogy jöjjön el, akár jeggyel is megtekintheti a zenekar koncertjeit, így például szeptember 10-én a nyitó koncertet is. A zenekari tagok szavazatai alapján átadták az év művészedíjat. Kerti Áron klarinétművész vehette át az elismerést, immár másodszor. Mozgalmas az ősz, a civilek házatáján aktuális programjaikról beszéltek a hagyományos sajtó reggelin. Lesz családi nap a víztoronynál, Amazonok napja Alsóújlakon, teljesítménytúrák a Kőszegi hegységben, néptáncfesztivál Gencsapátiban és hegyháti tájoló a Szőlőhegyeken. A Kőszegi hegység legszebb részeit érinti a Jurisics teljesítménytúra most szombaton, 5, 10, 20, 30 kilométeren és maratoni 42 kilométeres távon indulhatnak a vállalkozó szelleműek, a mezőny szakaszosan rajtol a Jurisics várból.
A Kőszegi Egységének az összes ismert látnivalóját bemutatjuk. A Hörman forrást, Velembe is eljutnak, Cákon, a Pince sorra, meglátogatják Bozsokot, lesz a Kalaposkőnél ellenőrzőpont, de a Kendi gerincen, az Óház tetőn is járni fognak, illetve a Hétforrásnál, a Trianoni keresztnél, a Szulajman kilátónál. Ugyancsak szombaton rendezik az Amazonok napját Alsóújlakon. A sportnap kifejezetten a járvány alatti bezártságból szabaduló hölgyeket, anyukákat célozza, akik kispályás fociban, kézilabdában és ügyességi versenyeken mérkőzhetnek meg. Emellett fodrásztól, kozmetikustól, természetgyógyásztól kaphatnak jó tanácsokat. Térzene, bábszínház, mazsoret, kötélugró és kutyás bemutató. 11 féle program közül lehet választani szeptember 18-án a víztoronyhoz szervezett családi napon. Bede Róbert és Szőke András főzési tippeket ad, koncertezik a Varnyú Country, este fellép az ismerős arcok. Ki lehet majd próbálni a hövei csipkehímzést, a szaru és fafaragást. Szeretnénk megszólítani a város minden korosztályát, szinte egyfolytában lesznek gyerekprogramok, egyik program átfedi a másikat, egy pillanat nincs, amikor a színpadon nem fog történni valami. 14 együttes mutatkozik be a zsűri előtt szeptember 18-án a Gencsi Söprő Néptáncfesztiválon, emellett koncert és táncház is lesz. 5 kategóriában 40-en indulnak a Vince Ferenc szóló táncversenyen. Október 2-án táncosok, énekesek népesítik be a Berzsenyi teret a Vasi Néptánc panorámán. Magyar, horvát, német táncházakkal, közös táncokkal, tánctanulásokkal, és hát a végén természetesen egy nagy táncházzal szeretnék zárni. 20 településsel nemrég megalakult a Vasihegyhát Naturpark, amely bemutatja a szőlőhegyek értékeit. Október 2-án és 3-án borkóstolóval, népi gyermekjátékokkal, kézi szürettel, vidéki ízekkel, lovaskocsikázással várják a látogatókat a hegyháti tájolón. Közel 150 résztvevővel rekordot döntött a Vas megyei nyugdíjasok főzőversenye. A Söptei sportpályánál nem először jött össze a csapat. A bogrács ételek között a nyugdíjas rendőrök pince pörköltje lett a győztes. Igazi különlegességet készített a házigazda csapata a Vasi nyugdíjasok főzőversenyén. Csatatéri pincepörköltnek hívják. Ez úgy készül, hogy szalonnát zsírjára pirítjuk, abba a hagyma, megy bele a lapocka hús, és akkor fűszerezni, és akkor utána zöldségek, krumpli, és a legvégén gomba. A csapatok versengése közben a jó hangulatról is gondoskodtak, egyfolytában szólt a tánczene, ropták is a klubok tagjai. Hoppá! Pecsenye királyok, haladás, vidám nyugdíjasok klubja, néhol bohókás jelmezekbe öltöztek a résztvevők, akik egész délelőtt tartották a frontot. 12 versenyző csapat vesz ebben részt, 12 nyugdíjas klubból meg egyesületből, illetve 11-ből, mert van egy meghívott vendégünk is, ők a Pálos Károly Intézettől jöttek. Hát ennek az egésznek az a célja, hogy jól érezzék magukat tulajdonképpen. Hát az, hogy verseny is van, természetesen ez fokozza az izgalmakat, meg az érzelmeket. Az évente megrendezett főzőversenyre egész Vas megyéből érkeznek vendégek, most minden eddiginél többen jöttek. A legtöbb bográcsnál összeszokott csapat dolgozott. Itt például Bud Spencer kedvence készült. Itt nagyon-nagyon ügyes a csapat, de Richard, Pezehofer Richard és felesége a főző, úgyhogy nagyon finom lesz, babos, csülkös, finomság. De ott van a táblánk, az érdemes, mert az az igazi megnevezése. A végeredmény ezúttal a nyugdíjas rendőröket igazolta. A tucatnyi bográcsban főtt étel közül a zsűri az ő pince pörköltjüket ítélte a legfinomabbnak. Családi napot szervezett a Westside Táncsport Egyesület a főtéren. A már hagyományos, egésznapos belvárosi rendezvénysorozat üdefoltja volt a bemutató, amelyben kicsik és nagyok is színpadra léptek. 9. alkalommal gyűltek össze a Westside Táncsport Egyesület növendékei, hogy könnyed bemutatóval búcsúztassák a nyarat. A főtéren kialakított bázisokon egésznapos produkcióval szórakoztatták az érdeklődőket.
lehetőség volt beiratkozni, a bátrabbak pedig kipróbálhatták magukat versenykörülmények között is. Szárnyas Mónika és Vince Csaba tanítványai idén először tudtak a nagyközönség elé állni, hiszen a koronavírus járvány miatt a különböző rendezvényeket, világkupákat, hazai bajnoki fordulókat elhalasztották. Kicsik és nagyok izgalommal készültek a családi napra, amely a visszajelzések alapján nagy sikert aratott. A főtér az tele van, tehát amikor megszólal a zene, egy 5 percen belül itt nagyon-nagyon sok ember összegyűlik, és láttam az arcokon, hogy mindenki szereti nézni végig, és elég hosszú műsorokat hoztunk, és nem unják meg, hanem végignézik mind a fél órát. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen pozitív, hogy nem belenézés tovább megy, hanem megállnak és végignézik, amíg vége nincs a műsornak. Óránként különböző produkciókkal rokkoltak elő a táncosok, néhány műsorelemet most láthattak először a nézők. Érdekesség, hogy az Egyesület növendékei közül minden korosztály és csapat bemutatkozott, többen pedig már tanárként, koreográfusként segítik a West Side munkáját. A rendezvény sikerének köszönhetően idén már nem csak Szombathelyen, hanem Kőszegen is megrendezte az Egyesület a családi napot. Versenykörülmények között legközelebb a karácsonyi gálán láthatja a közönség az Egyesület műsorát. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!